ezen a rugón kellett húzni azon. Az a gondja, mert ott az a kerék, ott alul az a fehér, annak a gumia ugye használódott, ez a rugó meg nyújt, de inkább a rugó, mert a gumi jó állapotban van még, viszonylag. Rugó meg ugye lehet feszíteni, aztán így meg lett oldva a probléma. Hát hogyha a szallagot begyűri, akkor általában az MK27-esnek ez a problémája. Ennek csak ennyit kell csinálni, és már rendbe is gyűn. Na és hát akkor nézzük meg, hogy most össze van már rakva, és most már mind a kettője hajtja tökéletesen. Látjuk. Ez is, ez a másik is. Mert ugye bár a meghajtó, amelyik alapból is hajtja, amikor kazetta nincs benne, az nem hajtott a kazettával. Úgyhogy amiatt szokta betekerni a szallagot, és a rugó feszítettségén múlik az egész. Ha feszes rugó van benne, hogyha jó meg van feszesítve, hát nem kell annyira nagyon erősen feszíteni, de hogy feszesebb kell legyen, és akkor egész jó lesz. Mondom, most már egész jól működik. Na, szervusztok!